Köszöntöm stúdiónk mai vendégét, dr. Kisjuhász Gyulát, a Műkertvárosi Sportcentrum vezetőjét, aki 2000-től tulajdonképpen 2003-tól vezeti ezt a sportcentrumot. Én is köszöntöm a kedves nézőket, és köszönöm szépen a meghívást, megtisztelő számomra, hogy hosszú évek után újra itt lehetek. 2003-ban mi fogadott téged annak idején, mikor oda kerültél? Hát visszaemlékezve elég érdekes megfogalmazás fog következni. Hát olyan, hogy is mondjam, nyakig majdnem emberméretű gaz, hogy mondjam, ápolatlan, senki földje volt lényegében ez a létesítmény, ami adnó dacum a 2003-ban magába foglalta lényegében a Wolf MÁV pályát, tehát egy jóval szűkebb, 1,6 hektárnyi területtel vettük mi át az első szerződés szerint ezt a területet. Most 6 hektár. Most 6,2 hektár, igen, időközben egy kicsit megnövekedett a terület, hála jó Istennek, és egy elég szép fejlődési, fejlesztési ügymeneten mentünk keresztül az elmúlt években, évtizedekben. Az első kapavágástól ott voltál, és akkor el lehet mondani, hogy mi mindent tudtatok megvalósítani. Ugye 2000-ben, mint ahogy mondtad is, 2000-ben alakult meg a Kecskemét 2000 utánpótlás futballklub, és akkor a csapataink a GANF pályán, tehát a Műszakai Főiskolának a füves pályáján edzettek és játszották a mérkőzéseiket, és 2002-2003-as bajnoki évben tudtuk birtokba venni azt az egy pályát, ami akkor rendelkezésünkre állt. Azt megelőzően, ugye, tehát 2002-2003-on, amire nevezni tudtunk, addigra sikerült a főépületből olyan szociális létesítményeket kialakítani, mert ez egy állattartó telep volt egyébként, kialakítani, hogy egyáltalán megfeleljünk, tehát nevezhessünk utánpótlás bajnokságba is. Tehát öltözők, fürdők, játékvezetői öltöző, tehát ez volt az első lépés, az első stáció, úgymond. Lépjünk tovább. Mi mindent kellett megvalósítani annak érdekében, hogy ma nagyon-nagyon sokan használhatják ezt a Műkertvárosi Centrumot? 2000, tehát ahogy múltak az évek, 2005-ben sikerült az országos, akkor még azt hiszem nem Bozsik program, de lehet, hogy már akkor is az első Bozsik program címszólalatot futott műfes pálya képítésére lehetett pályázni. Mi bátran bevállaltuk, a megyébe egyedüliként nyertünk, és egy nagyméretű műfűes pályára 70 millió forintot, hát ehhez még egy másik 70, majdnem 80 millió forintot kellett hozzátenni az akkori árérték arányok figyelembevételével, így sikerült 2005. november 26-án átadni a nagyméretű műfűes pályánkat világítással. Ez a pálya 17 évig funkcionált, ami nem jellemző. Igen, hát erre megfelelő módon büszkék is vagyunk, akik ennek érdekében tettek, hogy ilyen hosszú pályafutása legyen ennek a pályának. Valóban az idei évben sikerült a műfűvet, a granulátumot, tehát a felülépítmény részét kicserélni. Ebben egyértelműen nagy köszönettel és hálával tartozunk a KTE stábjának, vezetőinek, mert az ő segítségükkel, illetve az önkormányzatnak is természetesen, de az ő segítségükkel sikerült ennek a pályának a felújítása, ami bízom benne, hogy újabb hosszú távú használatot fog eredményezni. Ezen a nagy területen, ami 6,2 hektár, nem csak futballozni lehet, sok minden más olyan sport lehetőség van, ami várja a fiatalokat. Igen, a kezdeti időktől számolva nem. Azt hiszem, hogy az íjászok már a 2000-es évek elején, tehát ugye 2003-ban kezdtük, ők ugye a 2000-es évek vége felé az íjászok már otthonra találtak, mert máshol nem tudták tevékenységet folytatni, és ugyanebben az időben, vagy még lehet, hogy korábban a sakkosok is otthonra találtak, otthonra leltek. Mindamellett én azt gondolom, hogy városi kispályás bajnokság, társadalmi rétegek, különböző rendezvények, ebbe beletartozik több éven keresztül egy nemzetközi gyermekotthonoknak a találkozója, roma egyesületeknek a szintén megyei országos rendezvényei. Tehát elég széles skálán mozgott
abban az időben ugye a nagyméretű műfes pálya azért vonzotta a rendezvényeket, mivel a megyében egyedül itt volt Kecskeméten, és ugye ez azért újdonság volt, sláger volt. Nagyon sok csapat használhatja ezt a pályát, az egész komplexumot, de mezei emberek hogyan léphetnek be erre a területre? Hát mondhatnám úgy, hogy közérthető nyelven, hogy ez egy nyitott létesítmény, tehát én nyitom a nagy kaput reggel 6 órakor, és este, mikor már mindenki elmegy, akkor én zárom, most már ez 7. éve nem mindig így volt, 7. éve. Tehát lényegében egy nyitott létesítmény, baráti társaságok, cégek rendezvényeket hosszú évekre visszamenőleg, főleg a Covidot megelőzően nagyon sok céges rendezvényünk is volt, ami olyan szempontból, működtetés szempontjából, költség szempontjából nagyon sokat segített, szoktam volt mondani, megvajaszta egy kicsit a kenyeret. Tehát széles skálán mozgunk, és a mai napig is teljes mértékben nyitottak vagyunk, mert nekünk is érdekünk az önkormányzati működési támogatás mellett a saját bevétel generálása is, mert azért ugye nem kell senkinek ezt mondani a mai világban, hogy a költségek, az üzemeltetési költségek jelentősen emelkedtek, és ennek a forrás oldalát valahol elő kell teremteni. Mi a jövő? Mit kell fejleszteni, és mi van a tervekben? Hát a jövő az, én bízom benne, hogy még ennél is, hogy mondjam, eredményekben gazdagabb lesz. Közel 10 éve van egy fejlesztési terv, egy látványterv a 7. dimenzióval közösen megálmodva és papírra is vetve, amiből már bizonyos elemek megvalósultak, de még van azért, amit meg szeretnénk valósítani. A közelmúltban az önkormányzattal történt egyeztetések és a KTE-vel való nagyon nagyszerű kapcsolat eredményezte azt, hogy a terület megnagyobbításával a Platán otthon irányában próbálunk újabb életteret biztosítani elsősorban a labdarúgás létesítményfejlesztésre. Ennek konkrét megfogalmazása, hogy egy nagyméretű hüvespálya világítással tudomásom szerint a KTE-vel való együttműködés alapján a következő évi TAO pályázatokban már beadásra fog kerülni. Tehát ez, amit közeli elérhetőségnek tekinthető. Szeretnénk a továbbiakban szociális blokk vonatkozásában, mert szűk a keresztmetszet, 2015 környékén, amikor a két újabb műfüves pálya épült, akkor a Hírösép TAO-s beruházásának köszönhetően öltöző blokkot tudtunk bővíteni, de nem végleges, tehát nem megépített, hanem mobilizálható öltözőblokkot tudtunk fejleszteni. Ez továbbra is, főleg úgy, hogy egyre több csapat és egyre nagyobb a gyerek létszám, ez főleg én azt gondolom az NB1 és a nagyszerű szereplésnek köszönhető. Igen, csak megkövetelni azt, hogy egy 21. századi műszaki követelményeknek megfelelő komoly szociális blokk épüljön, ami öltözők, kiszolgáló helységek, közösségi helységek, büfé, akár sportorvosi háttérnek is úgymond helyszínt és otthon tudna adni. Úgy legyen, elmondtad nevetve, hogy te nyitod, te zárod, tedd ezt sokáig. Hát én nagyon szépen köszönöm, mert ez részemről alapfeltétel, habár én azt gondolom, ha nem szentségtörés, hogy egy kicsit a magánéletemben is betekintés nyerek. Új időszámítás van a magánéletemben, és van egy 16 hónapos kis unokám, a hercegnőm, és ez számomra újabb akkumulátor föltöltést eredményez, és én nagyon köszönöm a jó kívánságot, és szeretnék vele élni, és kér rajtam számon, Zolikám. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.